Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Illegális szemét lerakó 3 millió forintot költene Tolna az áldatlan állapot megszüntetésére. Segítség, adófórumot tartottak vállalkozóknak Szekszárdon. Évente 500 nő hal bele, a mély nyakrák megelőzhető lenne. Magyar Kultúra Napja, az opera nagykövete tartott előadást Szekszárdon. A Tolnatej Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Napközben folyamatosan esett a hó, és az időjárás előrejelzés szerint a következő hetekben is szinte mindig havazásra kell készülni. Tolna megyében is minden országos közút járható, nincs korlátozás, fennakadás nem volt, és jelenleg sincs a közlekedésben. A Tolna megyei közútkezelő 24-2-ös rendeltetésű gépjárművel, 3 darab rakódógéppel, 12 órás műszakokban, több mint 50 fővel dolgozik a hó eltakarítási és sikosság mentesítési munkákon. A 2018-19-es téli szezonban eddig összesen 2700 tonna útszórósót és 130 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttatott ki a Tolna megyei úthálózatra. Annak ellenére, hogy minden eddiginél több hó van az Alpokban, még nem várható katasztrofális árvíz Magyarországon akkor, ha nem lesz rendkívül gyors az olvadás, mondta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Igazgatóság szóvívője. A következő hetek várható hazai havazásának sem lesz semmilyen befolyása arra adott esetben, kilépe a Duna medréből. Ennek ellenére a Vízügyi Igazgatóság fel van készülve arra a helyzetre is, ha hirtelen felmelegedés kezdődne a magashegyekben. Mi látjuk igazán az Országos Vízjelző Szolgálat munkatársa, hogy a hóban tárolt vízkészlet jelenleg mennyire magas, illetve még azért van egy elég komoly idő a télből hátra, tehát azért még a január fele, a február egésze még hátra van, tehát hogy a tél hátra lévő részében esetlegesen még jelentős hófelhalmozódás történik, akkor ez együtt így nyilvánvalóan megnövelheti egy tavaszi árhullám esélyét, de mondom, ez a tavalyi évben gyakorlatilag ugyanez a forgatókönyv lejátszódott, és az Országos Vízjelző Szolgálat akkor is folyamatosan figyelemmel kíséri a végbemenő folyamatokat, és naponta, tehát minden áldott nap elemzik a kialakult helyzetet, és pontosan képben vannak, de egyelőre még tényleg, tehát azon kívül, hogy folyamatosan és fokozottan figyelünk, más tennivaló semmi nincsen. 3 millió forintos pályázat segítségével számolnának fel Tolna Mözsön egy illegális szemétlerakót, bár az engedély nélküli hulladék lerakása bűncselekmény, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a hulladékukat. Tolna megyében egyébként a rendőrségnek viszonylag sok munkát adnak a hasonló lerakatok, évente több mint 60 ilyen eset miatt indul ugyanis nyomozás. Autógumik, műanyag hulladék és kidobott bútorok. Halmokban áll a veszélyes hulladék ennek a mőzsi ároknak a partján. Nem csak itt, a hatalmas tér másik oldalán sem jobb a helyzet, ott főleg bezsákozott hulladékkal van tele az árok. Bár térfigyelő kamera is van, a helyiek közül mégis vannak, akik évek óta ide hordják a szemetüket. Az önkormányzat most egy 3 millió forintos pályázat segítségével számolná fel az áldatlan állapotot. A szemét ugyanis nem csak ronda és közegészségügyi szempontból aggasztó, de a környékbeli házakat is veszélyezteti. Ennek az ároknak egyébként szerepe van, hiszen ez egy vízzel vezető árok, ami ugye, hogyha tele van hulladékkal, akkor eltömíti és nem tudja a funkcióját teljesíteni, tehát gyakorlatilag nem tud a víz elfolyni benne. Az illegális hulladéklerakás bűncselekménynek számít, amiért alapesetben akár 3 év börtön is kiszabható, de ha veszélyes hulladékról van szó, akkor a büntetési tétel 5 év. Tavaly évben volt olyan eset, amikor úgy sikerült a rendőröknek az elkövető nyomára bukkanni, hogy az illegálisan kihelyezett hulladékok közé nem csak a szemetet, illetve a veszélyes hulladékot helyezte ki, hanem a saját maga által befizetett telefonszámlának a feladóvevényét, illetve a telefonszámlának a számláját is, amint természetesen azonosítható volt rögtön, hiszen a lakcíme is ott szerepelt a számlán. A rendőrségnek csak tavaly több mint 60 ilyen esetnél kellett Tolna megyében intézkednie. Adófórumot szervezett vállalkozóknak a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a NAV dél adóigazgatósága Szekszárdon. A témák között kiemelt helyen szerepelt a tavaly hatályba lépett elektronikus számlázás és a kafetéria rendszer idei változásai.
Cégvezetőket, gazdasági szakembereket vártak elsősorban a NAV és az Iparkamara közös adófórumára. Az előadók az adóhatóság különböző szakterületén dolgozó munkatársai voltak. A szakmai program szervezőinek az egész délelőttön át tartó rendezvényel a céljuk az volt, hogy segítsék a vállalkozókat első kézből értesülni 2019 legfontosabb adóügyi változásairól. A legtöbbek által várt egyik téma a kafetéria idei változásairól szóló előadás volt. Kedvezmények például a tanulástól kezdve az egészségügyi ellátásban való támogatás, vagy például a lakásépítés támogatása sajnálatos módon kiesett, és szeretnék tudni a vállalkozók, hogy ez a jövőben hogyan fog alakulni. Emellett a tavaly nyáron elindított kötelező elektronikus számlázással kapcsolatban is többeknek volt kérdésük. Ez nagyon nagy változást jelent a vállalkozók életében, sokan ezért jöttek el kíváncsiak, mert a részletek, ami döntőek, és egyelőre nem tisztázott a vállalkozóknál, hogy hogyan is fog ez zajlani. A Kamara és a NAV közös évelei adófóruma egyébként már hagyomány Szekszárdon. A NAV megyei igazgatósága január 21-től kockázatelemzés alapján ellenőrzéseket végez azon online számla adatszolgáltatásokra kötelezett adózóknál, akik a rendelkezésre álló kontrolladatok alapján a 100 000 forint feletti áfa tartalommal rendelkező értékesítéseikről nem teljesítették adatszolgáltatási kötelezettségüket. Első körben az, amint egy 1500 vállalkozás biztosan számíthat a revizorok fokozott érdeklődésére, amelyek a tételes áfakontroll adatok szerint 1 millió forint feletti áfa eltéréssel rendelkeznek, vagy belföldi beszerzésért jelentős részben kényszertörlés alatt álló adózókkal bonyolítottak. Magyarországon a termőterülete 2,3%-át öntözik, ez a szám Európában megközelíti a 8%-ot. Tolna megye földterületei 2,6%-ban öntözöttek, a kormányzat és a Magyar Agrárgazdasági Kamara célkitűzése a termőterületek öntözhetőségének növelése, ennek érdekében dolgoztak ki egy új szabályozást. Magyarországon az összes földterület majd 2,5%-ában folyik öntözés. Tolna megyében is közel azonos ez a szám, a 214 ezer hektárból 570 hektáron folyik öntözés. A kormányzat szándéka szerint emelni a mértéket, hiszen messze el van maradva a mezőgazdaság az európai, megközelítően 8%-os mértéktől. A víznek a hektikus időjárás miatt egyre jelentősebb szerepe lesz a jövő mezőgazdaságában, mondta vendég Edita, Tolna megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Vízügyi helyzettel ugye folyamatosan küzd már az Európai Uniónak nagyon-nagyon sok tagállama, és egy meghatározó szerep és meghatározó jelentősége van a mezőgazdaság vonatkozásában a jövő szempontjából, tehát mindenképpen készülnünk kell ezekre a hektikus, asztályos időszakokra. Csak nem 34 milliárd forint jut az eredményes működés támogató infrastruktúrális fejlesztésre, és 600 millió forintból az állami műveket és a mezőgazdasági földterületek közti közcélú vízi létesítményeket mérik majd fel. A kamara felmérést végzett a gazdálkodók körében, melyből kiderült, csak nem 300 ezer hektár öntözésére jelentenek be új igény. Csökkentik az engedélyezéssel járó adminisztratív és költségterheket, és a korábbi 5 évről 20 évre emelik majd az öntözésre szóló vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét. Hogyha fennállnak a jogszabályi feltételei a vízjogi engedély kiadásának, és az adott területen hosszú távra biztosított a megfelelő mennyiségű vagy nagyságú vízhozam, akkor a vízügyi hatóság az 5 évtől eltérően akár 20 évre is ki tudja most már adni a vízjogi engedélyt. A víz kérdésével a minap foglalkozott Szekszárdváros Gazdasági Bizottsága. Kővári László, a bizottság elnöke azt mondta, különös figyelmet fordítanak a csapadékvíz gyűjtésének és hasznosításának lehetőségeire. Ennek érdekében a város vízgyűjtőhelyek kijelölését is tervezi. Egyszerűsíti a földhivatali ügyintézést a kormány, a jövőben online is elérhetőek lesznek a hivatal szolgáltatásai. A kormányablakokat tavaly több mint 14,5 milliószor keresték fel, 13,5 millió ügyel, míg az átlagos ügyintézési idő kicsit több mint 8 perc, a várakozási idő mintegy 15 perc volt. Ennek keretében alakítják át úgy a földhivatali működést, hogy ott is lehessen online módon intézni az ügyeket. Az ehhez szükséges fejlesztés hosszabb, 1-1,5 évet vesz igénybe.
Tolna megyében az országos átlaghoz képest nagyobb, 30%-os a citológiai vizsgálatra rendszeresen járó nők aránya. Köszönhető ez annak, hogy a megyei kórház orvosai rendszeresen járják a falvakat, kistelepüléseket, ahol elvégzik a kontrollvizsgálatot. Évente hazánkban azonban még mindig 5000 áldozatot követel a nők között a méhnyakrák, pedig a betegség kialakulásáért felelős HPV vírusfertőzés megelőzhető, a betegség gyógyítható lenne. Ez a méhnyak, és a méhnyaknak a hámján tulajdonképpen itt tapad meg leggyakrabban a vírus, és ezért itt alakul ki a méhnyakrák. Utána már ugye, amikor ez a betegség fokozódik, akkor a környező szervekre is átterjed. Pedig a 13 év alatti lányoknak igényelhető HPV védőoltással az idősebbeknél a rendszeres citológiai vizsgálattal megelőzhető lenne a méhnyakrák kialakulása, mondja Tóth János főorvos. Magyarországon összátlagban is elég rossz a hölgyeknek a szűrése való hajlama. Tehát ilyen 20-25-30% szokott évente lenni azoknak a száma, akik elmennek egyáltalán rákszűrésre. Tolna megyében egy picit-két jobb a helyzet annyiból, hogy az országos átlag fölött vagyunk az átszűrtséggel, mert nálunk még működik az a régi dolog, amit már sok megyében elhagytak, hogy kimegyünk a falvakba is, és ott a ottél lakosságot is megpróbáljuk elérni, és hát ilyen szervezett rákszűréseket végzünk. Magyarország a méhnyakrák követelte áldozatok számát tekintve az Európai Unióban még mindig az 5. helyet foglalja el. A méhnyakrákot nagyon régóta ismerjük, és a nők körében egy nagyon-nagyon elterjedt betegség volt, és nagyon sokan haltak meg. Mi manapság is Magyarországon 450-500 asszony hal meg sajnos méhnyakrákban, pedig egynek se kellene meghalni, azért, mert szűréssel és védőoltással megelőzhető lenne a baj. Ez a rákok közül egyik olyan nagyon jól ismert betegség, amelynek tudjuk az okát. Sokáig nem ismertük pontosan, de most már tudjuk, hogy egy vírus okozza, tehát egy fertőző betegségről van szó, ez a humán papilloma vírus, vagy HPV népszerű nevén. Tavaly közel 10 000 lányt nem oltattak be szüleik a 13 éves lányoknak ingyenesen igényelhető 9 komponensű HPV elleni védőoltással. Ausztráliában a védőoltásoknak köszönhetően 10 év alatt szinte teljesen megszűntek a szemölcsös fertőzések, a méhnyakrák elleni védekezéshez pedig a mai orvoslásban minden lehetőség és eszköz adott, csak élni kellene vele, teszi hozzá a főorvos. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Szatmárcsekén a himnusz kéziratát. Szekszárdon is számos programot, díját adott tartanak ezen a napon. A Garai János Gimnázium dísztermében Kéfer György klarinétművész, az Állami Operaház tagja, az opera nagykövete tartott előadást a fiataloknak. 1989 óta idén 30 éve ünnep a Magyar Kultúra Napja január 22-én. A gondolat ifja Fasang Ádám zongoraművésztől, a későbbi kultúra diplomatától származik. Szekszárdon a Garai János Gimnázium vendége Kéfer György opera nagykövet volt, aki a magyar zenekultúra fejlődéséről tartott előadást. Magyarországon sokkal nehezebben alakult ki a európai kulturális környezet és az ehhez való lehetőségek. Igazából a 19. század közepén épült az első színház itt Magyarországon, amiben egyáltalán zenét elő lehetett adni. És azon kívül a nyelvünkkel, ami a világ legszebb nyelve, azzal is kicsit hátrányban vagyunk, mert mondjuk Erkel Ferenciába írta meg a csodálatos operáit, ami vetekszik egy Verdi operával. Csak éppenséggel magyar volt, magyar történelemből írta, és magyar nyelven. És hát ez egészen más volt, mint amikor Verdi operákat az utcán olaszul fütyülték az emberek. Ez ugyan hátránynak számított, viszont később a magyar zene sokkal egyénibben és sokoldalúbban tudott megmutatkozni, és nagyobb léptékben fejlődött, teszi hozzá a nagykövet. A magyar operajátszás, a itteni lehetőségek, ezek teljes mértékben megfelelnek már a európai színvonalnak. A Magyar Operaház, a Budapesti Zeneakadémia bent van Európa 10 leghíresebb és legjobb intézménye között. Kéfer György klarinétművész, a Magyar Állami Operaház zenekarában 30 éve közreműködő zenész, opera nagykövet, aki a titulus birtokosaként az operakultúrát népszerűsíti hazánkban. Régió híreivel folytatjuk adásunkat. Több épület is megújul Sejjén, szükséges az energetikai korszerűsítés. Sziklától a Kőbaltáig őseink is hozzájárultak a klímaváltozáshoz.
gurulja jégre, kerekes székesek a Balaton lellei jégpályán. Katonai tiszteletadás mellett felvonták Kaposvár zászlaját a Somogyi megyeszékhelyen a városnapja alkalmából 146 esztendővel ezelőtt lett rendezett tanácsú város a település. Az ünnepi hét rendezvényei közül kiemelkedik a városnapi közgyűlés, amelyet január 23-án tartanak a Szivárvány kultúrpalotában. Itt adják át a megyeszékhely elismeréseit azoknak, akik sokat tettek és tesznek a városért, munkájukkal öregbítik Kaposvár hírnevét. Több fejlesztés is zajlik Selyén, a Baranyai településen épp a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény műszaki átadása folyik. A 70 milliós beruházás keretében többek között nyilázárokat cseréltek és korszerűsítették a fűtést. Emellett a sportcsarnok is hamarosan megújul, az épület energetikai felújítása várható, a júniusban kezdődik és évvégére fejezik be a munkálatokat. Teljesen megújult Selyén a szociális alapszolgáltatásokat ellátó intézmény. Itt kap helyet a Baksai Családsegítő Szolgálat, a Selyei Családsegítő Központ és a Pedagógiai Szakszolgálat. A beruházás több mint 70 millió forint top forrásból valósult meg. Nyilázárokat cseréltük ki, hőszigeteltük az épületet, aztán a külső szigetelése teljes egészében megvalósult, belülről a fűtési rendszere teljes mértékben korszerűsített lett. Mindezt a területi operatív program keretén belül végeztük el, valamint az önkormányzat saját erőből belsőleg festést és felújítást végzett el. Ez az épület szintén megújul a településen. A sportcsarnok még a 80-as években épült, ezért szükséges az energetikai megújítás. A beruházás szintén a terület és település fejlesztési operatív program keretében valósul meg. Nyilázáróikat cserélnénk ki, ami jól látható, hogy jó nagy felület, ami nyilázáróval el van látva, valamint hőszigetelnénk, és itt is igyekszünk a fenntartásban is korszerűsíteni, ami nem csak a fűtést jelenti, hanem ebben az esetben napelemeket is telepítenénk az épületre, jelentős mennyiségben, ami költségvetésileg megtakarítást fog jelenteni, reméljük az üzemeltetés során. A beruházást márciusban indítaná az önkormányzat, ezután nyár elején elkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A tervek szerint pedig év végére elkészül a felújított sportcsarnok. Rendhagyó időszaki vándor kiállítás nyílt Kaposváron a Ripper-Rónai Múzeumban. A sziklától a kőbaltáig, az erdőtől a sivatagig, az ember hatása a klímaváltozásra, az Őskorban című tárlat azt mutatja be, hogy már őseink is hozzájárultak kezdetleges kőeszközeikkel a klímaváltozás elindításához, amely napjainkra az emberiség egyik égető problémájává vált. Az ember hatása környezetére, a fa kivágására és felhasználására alkalmas csiszolt kőeszközök megjelenésével vette kezdetét. Dr. Antoni Judit régész néprajzkutató ezt felismerve már több éve tervezte a kiállítás létrehozását. Mintegy két évbe telt, mire a kiállítási anyag összeállt több múzeum összefogásával. Amikor elkezdtem a csiszolt kőeszközökkel való bíbelődést, akkor végül is rájöttem, hogy tulajdonképpen az, amit most antropocénnek nevezünk, tehát olyan az a korszak, amikor olyan mértékben befolyásolja az ember a klímát, mint még soha sehol semmikor, ez végül is ekkor kezdődött, tehát a csiszolt kőeszközök megjelenésével. Dr. Körmendi Sándor nyugalmazott egyetemi docens szerint a kiállítás nem csak egy egyszerű régészeti néprajzi tárlat, ahol a kőkor és új kőkor használati tárgyait és kultúráit ismerhetjük meg. Ráépített egy nagyon lényeges dolgot, hogy az ember ezekkel az eszközökkel, amiket a kőkorszakban kialakított, nevezzük egyszerűen kőbalta és társainak, milyen környezet átalakítást csinált. És ez azért izgalmas, mert tulajdonképpen ezzel az ember elgondolkodhat, hogy abban az időben, tehát jó pár ezer évvel ezelőtt az ember eszközt használt, és ezzel alakította a környezetét, uram bocsá, erdőt írtott, akkor valahogyan ez egy szimbolikus dolog is. Vagyis a társadalmiasodással és a felgyorsult élettel együtt kezdődött meg a klímaváltozás, ahogy az ember elkezdte átalakítani és pusztítani közvetlen környezetét. Dr. Körmendi Sándor hozzátette, míg a kőkori ember környezetkárosításának hatásai csak néhány százezer év alatt voltak tapasztalhatók, a mai kor emberének mohósága miatt az éghajlati változások akár pár évtized alatt is jelentkezhetnek. A kiállítás erre próbálja felhívni a figyelmet, amely május 5-ig látható a Ripper-Rónai Múzeumban, Kaposváron.
Immár 6. alkalommal szervezték meg a Gurulja Jégre elnevezésű programot, amelyben kerekesszékesek számára biztosítottak kikapcsolódást. Idén először nem a kaposvári, hanem a Balaton-Lellei jégpályát próbálhatták ki a résztvevők, akik szinte az egész országból érkeztek a magyar tengerhez. A Lárifári Alapítvány célja, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a sérült emberek. Szlalomoztak, versenyeztek és kapura is lőttek a kerekesszékesek Balaton-Lellén, s mindezt a parton kialakított jégpályán. A Gurulja Jégre elnevezésű kezdeményezést immár 5. éve szervezte meg a Lárifári Alapítvány, de idén először a magyar tengernél tölthettek el egy délutánt a mozgássérültek és hozzátartozóik. Sokan közülük most először voltak jégen. Ez volt az első alkalmam. És hogy tetszett? Fantasztikus volt. Budapestről, Pécsről és Kaposvárról is érkeztek a Lárifári Alapítvány élményterápiás programjára. József a lányát, Bernadettet hozta el. Örül neki nagyon, persze, azért is jöttünk, tehát hiába a távolság, szívesen jövünk. A Lárifári Alapítvány évente több olyan programot is szervez, amelyekkel a mozgáskorlátozott vagy értelmi sérült embereket kizökkentik a szürke hétköznapokból. Nem sok olyan lehetőség van, hogy jégpályára, ez legyen akár egy jégcsarnok, vagy egy műjégpálya, mint itt Balaton-Lellén, hogy ők kerekesszékkel együtt, akár többen, sokan felgurulhassanak, és birtokba vehessék a jégpályát. Úgyhogy azért kell ilyen programoknak lennie, véleményem szerint, mert ez nagyon-nagyon sok olyan élményt és pozitív töltést adhat a résztvevők számára, ami boldogabbá teszi a mindennapjaikat. A cél, hogy minél több élménnyel gazdagodjanak a résztvevők. Idén második alkalommal rendezte meg a Nemzetközi Popcorn Napot az Eurakvilló Gyermek Onkológiai és Gyermek Hospice Közhasznú Alapítvány. Az Uránia moziban egy jótékonysági kukoricázásra várták az érdeklődőket, hiszen a vetítésre érkező popcorn vásárlásokkal támogathatták a PTE Gyermekklinika onkológiai osztályát. Amerikában és a világ más tájain évek óta január 19-én ünneplik a Popcorn Day-t, vagyis a pattogatott kukorica napját. Ezt a vidám közösségépítő programot idén is megrendezte az Eurakvilló Gyermek Onkológiai és Gyermek Hospice Közhasznú Alapítvány. Ez egy olyan ötlet, ami arról szól, hogy baráti társaságok, kisebb csapatok, osztályok jöjjenek össze, nézzenek egy filmet, egyenek popcornt, és fizessenek érte igazából, vagy gyűjtsenek össze pénzt maguknak, amit utána végén ajánlják fel az alapítványok számára, tehát ez az ötlet, és hál' Istennek az Uránia mozi partnerünk volt ebbe, és a mostani előadásnak a popcorn bevételét igazából felajánlotta az Eurakvilló Alapítvány javára. Szombat délután 2 órától egy animációs mesefilmet láthatott a közönség az Uránia moziban. A vezetőség szerint nincs is ennél jobb hely erre a kezdeményezésre. Minden lehetséges fórumon megpróbáljuk segíteni a rászorulókat, akár fizikailag rászorulók, akár szociálisan, és úgy gondolom, hogy ennek a popcorn napnak egy mozinál nincs nagyobb létjogosultsága, tehát sehol sincs nagyobb mennyiségben és nagyobb forgalomban a popcorn, mint itt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez abszolút ennek itt van a helye. Az animációs filmre sokan érkeztek. A legtöbben természetesen pattogatott kukoricát vásároltak a büfében. Az Origami csodálatos világa, ezzel a címmel nyílt vándorkiállítás Sejjén. A tárlaton magyar alkotók munkáit láthatja a közönség, a papírfigurák a legkülönbözőbb alakúban és színekben fordulnak elő. Kiállítás célja, hogy bemutassa, mekkorát fejlődött az origami az elmúlt 30 évben. A művészeti ág különlegessége, hogy nem csak papírból láthatóak az alkotások. Kiemelném Zsebe Józsefet, egy kölesdi fiatalember, akinek a művei már bejárták a világot, többek között a tájvani világkiállításon is szerepeltek munkái. Itt 3 tárlóban is megtekinthetőek a dolgai, az egyikben láthatunk egy nagyon érdekes fémből készített medvét is. Igyekeztünk úgy összerakni az anyagot, hogy itt nem csak a hajtogatók magyarok, hanem saját alkotásaikat hajtogatták meg. Műsorunk végén tekítsük át még egyszer a legfontosabbakat. Illegális szemétlerakó 3 millió forintot költene Tolna az áldatlan állapot megszüntetésére. Segítség, adófórumot tartottak vállalkozóknak Szekszárdon.
Évente 500 nő hal bele, a méhnyakrák megelőzhető lenne. Magyar Kultúra napja, az opera nagykövete tartott előadás Szekszárdon. Szerdán hideg téli idő várható, emellett borult lesz az ég, és megyeszerte számítani kell többnyire gyenge havazásra. Gyenge marad az északkeleti szél is, éjjel gyengül a hóesés intenzitása, többfelé meg is szűnik, helyenként a felhőzet is elvékonyodhat. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatai.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahová képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!